Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Kocsis Máté frakció vezető javaslatára nyilvánosságra került a titkosszolgálat legfrissebb jelentése nagyon helyesen, és ebből a következőt tudhattuk meg. A Karácsony Gergely támogatására létrejött 99 mozgalom 506 millió forintot szerzett. Mégpedig úgy, hogy párttársa Perjés Gábor ezt készpénzben, egyébként nagyobb részt euróban és fontban fizette be a mozgalom számlájára. Karácsony Gergely is úgy érezte, hogy azért ezt meg kéne magyaráznia. Na most a Green Fivérek babérjaira nem fog törni, mert a története az nagyon gyenge mesére sikerült. A történetének főszereplője a zárt adománygyűjtő láda, ami olyan, mint Kalambó felesége, hogy soha senki nem látta. A mozgalom honlapján sem volt, sehol sem feltüntetve, Karácsony Gergely sem beszélt róla soha. De nem csak ez az egy elem, ami nagyon gyanússá teszi, sőt, mondhatnám azt, hogy hihetetlennek mutatja be ezt az ügyet. Életszerű az, tisztelt képviselőtársaim, hogy létrehoznak Karácsony Gergely támogatására egy szervezetet, és az 506 millió forintból több mint 450 millió forint azután érkezik be a szervezet számlájára, miután Karácsony Gergely már visszalépett a miniszterelnök jelölti versenyből. Ez életszerű-e? Vagy az 500 millió forintból több mint 100 millió forint akkor érkezik a számlára, amikor egyébként a baloldal már elbukta a választásokat, és éppen bűnbakkeresésben vannak. Hát melyik baloldali aktivista lenne hajlandó ilyenkor 10 millió forintokat adni? Tehát az ügy úgy gyanús, ahogy van, Karácsony Gergely pedig hülyének nézi a magyar embereket ezzel a válaszával, és az ügyben felmerül a pénzmosás gyanúja is, mert hogy a pénz eredete, mivel készpénzes befizetésről van szó, még mindig nem ismert. Úgyhogy az lenne a kérdésem tisztelettel, hogy persze Karácsony Gergely soha semmiről nem tud, de akkor lehet, hogy a háta mögött őt akaratlanul is egy pénzmosási ügybe keverték bele? Köszönöm szépen. Köszönöm. Képviselő úr, tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Panyi Miklós államtitkárnak, parancsoljon államtitkár úr. Szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, valóban, ahogy az elhangzott, Monty Pythonnak sem volt akkora képzelő ereje, mint Karácsony Gergelynek. A méhlegelők és a címaegyök ura ugyanis azt állítja, hogy a jelentésben említett 506 millió forint zárt adománygyűjtő ládákban gyűjt össze. A főpolgármester úr biztosra ment, ezt a verziót inkább a Facebookon osztotta meg a nyilvánossággal, szóban ugyanis biztosan elnevette volna magát. Ráadásul a több mint fél milliárd forint döntően euróban és fontban folyt be, mert ugye kőszegtől tüzérig úgy szokott ez történni, hogy a választó előbb nem az ellenzéki kampányrendezvényre, hanem egy pénzváltóba siet, hogy ropogós 100 eurósokra meg 50 fontosokra váltson, és azokat dobálja majd be a ládikákba. Képzelő erő terén tehát nincs hiány a baloldalon, de ezt Gyurcsány Ferenc működés óta tudjuk, hogy az igazság minden részletének kibontását ne is keressük náluk. Így Gyurcsány Ferenc tanítványán se keressük. Azonban sajnos nem egy politikai kabaré esten vagyunk, hogy ezen jól tudjunk szórakozni. Mert mégiscsak a rendszerváltás utáni legnagyobb kampányfinanszírozási botránnyal állunk szemben. Ugyanis nem kevesebb történt, mint hogy a magyar baloldal a hatalom megszerzése érdekében forint milliárdokban mérhető dollárt, eurót és fontot fogadott el, és ezáltal külföldi csoportok, külföldi érdekek befolyása alá került. Erről a dollár baloldal és közte Karácsony Gergely először hallgatott, utána letagadta, most pedig az előbb említett mesét adta elő, ami nevetséges, gyermekded, egyben méltatlan, szégyenletes magyarázkodás. Letagadták, hazudtak róla, és most újra hazudnak, miközben pedig teljesen hülyének nézik a magyar embereket, közte a budapesti polgárokat és saját választópolgáraikat is. Tisztelt képviselő úr, Gyurcsány Ferenc és tanítványa, Karácsony Gergely főpolgármester úr számára nyit vár a lehetőség, hogy a nyilvánosság előtt tisztázzák magukat. Ezt nem teszik. Az országgyűlésnek ezért össze bizonyosan hozzá kell nyúlnia a vonatkozó kampányfinanszírozási szabályokhoz, az érintett hatóságoknak pedig addig is végezniük kell a nyomozati és a tényfeltáró munkájukat. Köszönöm. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Viszontválaszra megadom a szót, képviselő, parancsoljon. Szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tehát a helyzet az, hogy az 506 millió forint eredete még mindig nem tisztázott. Azt viszont tudjuk,
hogy hova ment az a pénz. Az nem tudjuk, hogy honnan jött. Persze, ha tippelnünk kellene, akkor elős tippünk lenne, hogy ugyanonnan jött, ahol az ahonnan az a 4 milliárd forint, ami begurult dollárok formájába baloldalhoz. De azt hiszem, egészen biztosan tudjuk, hogy hol költötték el. Gyurcsány Ferenc régi barátjának, Bajnai Gordonnak a kampányos cégébe költötték el ezt a pénzt. Úgyhogy ideje lenne most már Gyurcsány Ferencnek, mert ha valaki tudja, hogy honnan jött az a pénz, az valószínűleg Gyurcsány Ferenc, neki tisztába tenni ezt az egész ügyet, és elmondania, hogy ő mit tud erről. Hogy nem az történt-e, hogy megjött külföldről a pénz, azt betolták a szerencsétlen Karácsony Gergely mögé, de amikor ő visszalépett, ellépett a villamos elől, akkor Gyurcsányék azt a pénzt, amit odatoltak, el is vették, és berakták Gyurcsány Ferenc kampányos cégébe. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg államtitkár úr, parancsol államtitkár úr! Köszönöm a szót, tisztelt képviselő úr, ezekre a kérdésekre sajnos nem áll módonban válaszolni, ahogy jeleztem, Karácsony Gergelynek és Gyurcsány Ferencnek lehetősége van, hogy a nyilvánosság előtt tisztázza magát, ezt nem teszik. És mégiscsak ki kell emelni, hogy még egyszer a rendszerváltás utáni legnagyobb kampányfinanszírozási botrányról van szó, emellett pedig a magyar baloldal felrúgta azt a rendszerváltás óta meglévő politikai konszenzust is, hogy pártok külföldről nem fogadnak el pénzt sem működésre, sem kampánycélokra, a dollár baloldal pedig mégis ezt tette. Nem lehet elégszer hangsúlyozni az ügy súlyosságát, ugyanis ezzel az akcióval a magyar baloldalt kiárusították, zsarolhatóvá, irányíthatóvá és külföldi érdekek kiszolgálójává tették. A dollár baloldal ezzel elárulta a magyar embereket és elárulta a saját politikai közösségét is. Ezzel a magyar baloldal idegen erők ügynökévé, zsoldosává vált. És azzal a háborúpárti, migrációpárti és a genderőrület terjesztése melletti politikájukkal, amit képviselnek, ne legyen kétségünk, hogyha hatalomra kerülnének, akkor ezt a külföldi zsoldon, ezt a programot megvalósítanák. Ezzel nekünk fel kell lépni és küzdeni kell. Köszönöm szépen! Megköszönöm!